próbáltam minél hamarabb túltenni magam azon, hogy kiestem. És igazából úgy érzem, hogy sikerült is, mert amikor jött a hír, hogy visszakerültem a versenybe, akkor egy kicsit azt is nehéz volt feldolgoznom, mert már úgy kezdtem élni az életemet, hogy visszakerüljek a normális kerékvágásba, úgymond. A Zene Akadémián a különleges tehetségek osztályának tanulója vagyok, Kokas Katalin növendékeként, de elég sokszor kapok órát a férjétől Kelemen Barnabástól is. Ugyanúgy meg lehet azt csinálni, hogy amíg ez rezesebb, és a piánok előtt nem kéne lekerekíteni. A tanárom azt mondta, hogy ez a darab nagyon jó kedélyű, vidám mulatság. És a technikai megoldásokat, ezeket úgy játszom, hogy benne legyen az is, hogy ez egy szület. Csongor egy nagyon izgalmas ember, inkább az árkózottabb fajta típus, de én már tudom, milyen az, amikor egy kicsit megmutatja a fogafehérjét. Thank you.
tapsolj, neked tapsolnak. A zsűri a szó. Nagyon örülök, hogy még egyszer meg tudtad mutatni magad most a zsűrinek és a közönségnek, mert hát én ugye évek óta ismerlek, hiszen zenedalomra hozzám jársz, és ismerem az egyéniségedet. Erről az oldaláról még nem ismertem, tehát sokkal nyitottabb voltál, és egy ilyen zenei showmanként játszottad ezt a tételt, úgyhogy örülök neki, Csongor, és gratulálok. Köszönöm. Engem mindkét fordulóban arról győztél meg, hogy a nemes hegedű hangzásnak már a mestere vagy tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy most afelé kell majd menned, hogy a nagy energiák nemes kifejezésébe vidd át ugyanezt, amit már a lírai részeknél számomra egészen fantasztikus módon tudsz. Ehhez kívánok nagyon sok sikert. Köszönöm szépen. Az nagyon pozitív volt, hogy néha azért már megvillantotta az oroszlán a körmeit. Mindenkinek a lelkének a pincébe van azért egy picike kis szörnyecske, amit néha el kell vinni, megsétáltatni. És erre egyébként egy produkcióban vannak magas labdák, amikre lehet válaszolni, és a szörnyecske jól tud válaszolni rá. Köszönöm szépen! Hogy volt az össz? Jó. Hát jól beleőszültem.